Új ablakok, szigetelés és új festés. Megújult a nyíregyházi Vasvári Pál gimnázium külső homlokzata. Az energetikai beruházás összköltsége mintegy 230 millió forint volt, melytől azt várják, hogy a fűtésszámlák csökkenése mellett az iskola biztonságosabb és élhetőbb is legyen a több mint 600 tanuló és az 50 tanár számára. Energetikai felújítás zajlott itt az elmúlt időszakban a Vasvári Pál gimnáziumban. Gyakorlatilag a teljes nyilászáró csere megvalósult. 40 éves műanyag nyilászárókat sikerült kicserélni. A teljes fűtésrendszer cseréjére sor került. Kívülről kapott az épület egy szigetelő réteget és egy nagyon szép festést, és a lapos tető vízhatlanítása is megtörtént. Azért volt erre szükség, mert rendkívül elavult volt az egész fűtési rendszer, és óriási volt az energiaveszteség, és remélem, hogy itt ezen a télen az is meglátszik majd a fűtésszámlánkban, hogy ez az új szigetelő rendszer és az új nyilászáró rendszer, ez takarékosságot jelent majd, kevesebb lesz a fűtésszámlánk, és nagyon fontos lenne, hogy a lapos tető a későbbiekben ne azzon benne legyen ebből sem a tornateremben, sem az aulában balesetveszély. Az intézményvezető hozzátette, további felújításokat is terveznek az iskolában, például a belső nyilászárók cseréje és a frissítő festések is aktuálissá váltak. Kovács Ferenc nyíregyháza polgármestere a beruházás átadása alkalmából elmondta, a jövőben korszerűsítik a teljes önkormányzati intézményrendszert. 6 óvodának a korszerűsítés, energetikai felújítása, és ott még más is volt, tornateremépítés, logopédus szoba, egyéb kiegészítő szükséges elemeket tartalmazott. Tehát itt az egész önkormányzati intézményrendszert szükséges korszerűsíteni, energetikai felújítását elvégezni, mert néha tűrhetetlen állapotok voltak, de sokat léptünk előre. És ahogy ezt már máskor is mondtam, például az óvodák bölcsődik esetében következő 2 évben szeretnék teljes körben felújítani, azaz mind a 34 óvodát is ki lesz bölcsődét. A polgármester hozzátette, a következő 2 évben várható energetikai pályázatok mindegyike 100%-ban támogatott forrásból valósul meg.